Tudom, nem kell mondani, nem kell mondani. Igen, tudom, hogy múlt héten nem volt frissítés, de meg is magyaráztam, hogy miért nem csináltam frissítést a Star Stabler, mert hogy frissítést, hát nem én csináltam a frissítést. Szóval a videót a frissítésről. Több oka is volt. Egy az. Egyetlen egy funkciót hoztak be, amivel úgymond a 400. frissítést ünnepelték meg a játékban, amit én nem tartottam olyan hüde fontosnak, de hát nagyon sok olyan pozitív visszajelzést kaptam, olvaskattam, hogy hú de jó, hogy bejött ez az egész opció, viszont ennek ellenére jött egy negatív oldala is, a chat meghalt. Igen, a chat meghalt, körülbelül én, amit most beírok ide, nektek például, hogy sziasztok, hella, mondjuk nem tudom, hogy érdemes, hogy inkább a klubba írom ide, hella, a hellát például kilőtte. Úgyhogy egy kicsit meghalt a chat, és sajnos ezt még mindig nem javították ki, úgyhogy nem nagyon lehet itt írogatni szinte semmit se, és ez eléggé megnehezíti a játékosoknak a játékélményét, de nem baj is, mert hogy újra eljött egy szerda, és most visszatértem ezzel a jó kis szerdai frissítéses videóval, és amit ma nektek be fogok mutatni, az nem más, nem mint egy felszerelés magunk vásárolni, és kipróbálok egy új versenymódot is, és összvisz ennyi a mai frissítés. Igen, ez nem valami hüde nagy cuccos, de végülis jobb, mint a semmi. Úgyhogy gyorsan megnézzük ezt a felszerelést, aztán megnézzük azt a versenyt, mert hogy ugye hasonlóan fog kinézni, mint a múltkori Borlandi különleges verseny, amiről szintén nem hoztam le videót, mert szintén nem tartottam olyan hüde fontosnak, de most ezt ki fogjuk próbálni. Ezt a versenyt viszont csak a Jorviki Lovardában lehet kipróbálni, úgyhogy aki esetleg már Arató megyét megnyitotta, az már igenis meg tudja, illetve ki tudja próbálni ezt az egész versenymódot. Igazából nem tudom, mennyi XP-t volt kapni a ló, de ezt majd nem sokára kiderítjük, és most nézzük ezeket az új felszereléseket a lóra, és itt is lenne Franziska fekete set. Franziska. Mint a Franciska. Mint a lánynév. Szóval Franziska. 69, 99 és 79 Starcoins-ba került, és nagyon sok jó rűségünkbe, majdnem 7000, 10000 és 7000. 800. Hát jó, aki esetleg tehetősebb, akkor azt megveszi például Starcoins-szal. Így remélem kettő. Gratulálok! Kétszer vettem meg magamnak a kantárt. Lorett megmutatja, hogy kell a Starcoins-szal pazarolni. De most őszintén, ez az egész vásárlás, ez régen úgy zajlott, hogy amit megvettél, az el is tűnik onnan a lovas felszereléses invertárból. Most meg nem tűnt el, én meg ilyen automatikusan rányomtam. Ó, Istenem! Jó van, mindegy, megvettük, ez a lényeg. A kiegészítőben viszont csak egy invédőt tudunk venni, ezt csak is Starcoins-ért tudjuk megvenni, és itt is lenne felszerelve a pacira. Tudom, nem nagyon fog látszódni ez az egész, illetve próbálok így nektek, de az a baj, hogy én meg félig áttakarom. Szóval így néz ki ez az egész felszerelés, nagyon inkább majd kint megnézzük. A lényeg az, hogy fekete ellóban nem fog nagyon jól mutatni, de mindjárt megmutatom milyen is, hogyha rajta ül a karakterünk a lovunkon. Szóval maga a felszerelés az igazából így néz ki, így most azért sokkal jobban lehet látni, hogy is néz ki ez az egész cuccos a lovon. Igaz, fekete lovon nem nagyon mutat valami hüde szépen, inkább érdemesebb valami nagyon világos lovon felszereltetni ezt a felszerelést, ami viszont eléggé, tehát hogy tetszik nekem az, hogy pluszos, tehát maxos, és így akár versenyre is lehet vinni, szóval ez lenne a Franciska felszerelés, én már csak így hívom Franciska felszerelés, amúgy szerintem tök jól néz ki, és aki meg tudja venni, szerintem szerezze be. Nekem például tényleg tetszik. Jó, igaz, nagyon drága is, úgyhogy hát érdemes rá gyűjteni, hogyha nem akartok például Starcoins-szal vásárolni. Viszont most akkor nézzük meg gyorsan ezt a versenyt, mert hogy én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen új versennyel szolgálnak nekünk most. A videó sajnos nem lesz olyan hüde hosszú, mert tényleg elég rövid frissítést mutattak be nekünk itt a mai nap reggelén, úgyhogy ha esetleg nem lesz olyan hüde hosszú, azért tényleg elnézést kérek, de szerintem hát nem tudom, mindegy, lássuk, Petunia, mit szolgáltat te nekünk? Jövő héten mi ez már? Beauvistába, egy lovastúra versenyen veszek részt, és Rob Steve Buffal
De érdekes nevek ezek, és sose tudtam ezeket kiejteni. Mivel a mi klubon, főleg az izlandi Bónikra koncertre nincs csak diagrutó felszerelésünk, ezért jöttem ide a Jorviki Lovardába, hogy a legjobban edzek. Herman segített felállítani egy diagrutó tanulópályát, és méltányosság nevében mindenki szabadon használhatja, de csak ezen a héten. Ja igen, egyetlen egy hétig lesz elérhető ez a pálya. Bónuszként pedig a Bulldogs módra edzhetsz Jorvik legjobb zenész tárjának időtlen ritmusaira. Jaj, Raptor fog nekünk felítni, akkor viszont zenét nem fogok benyomni, mert szerintem copyrightos ez az egész zeneból a dolog. Hiphopnál nincs is jobb módja annak, hogy ugrásra bírral vagy nem. Sok szerencsét! 125 XP-t kapunk, és egy díjugrató sztalakot is. Ne vallássuk, milyen lehet vajon ez. Szerintem, hogy kicsit ilyen hasonló, mint egy Valentin napi ugrató pálya, de végül is tök jó, mert egy plusz pálya jött be, hogyha esetleg valaki szereti edzeni a saját lovait. Hoppát, ezt most ott elvétettem. És például most én is eléggé bele vagyok merülve egy ilyen edzés... Várjál, hova kell menni? Egy ilyen edzésbe, mert hogy nagyon sok lovam van, amit ki kellene edzeni, de egyelőre mindegyik lovamat megpróbálok felvinni 10-es szintre, és majd ha már ugye a nagyja eléri a 10-es szintet, akkor utána átmegyünk a 15-ösbe is. És hát sajnos ez egy picit hosszú módszer, de igyekszem még ezt a nyáron valahogy befejezni. Jó, nem teljesen, legalább a 10-es szintet megpróbálom valamennyi lónál elérni. Úgyhogy ez végül is nekünk most tök jó, tehát plusz pont. Most végül is ez csak egy feladat, ami még low XP-t ad. Ezt szerintem átváltódik egy ilyen napi versenybe, ami szintén tök jó, mert akkor én már 250 XP-t kapunk egy lóra. És be is vesztük a versenyt. Hát annyira nehéz azért nem volt ez, tehát ezért eléggé tűrhető volt ez a versenyünk. És nézzük is, remek a formád, úgy látszik Phantom Child, de meg te már ugratotok azelőtt. Persze mindig van hova fejlődni, amíg a tanuló pálya itt van, addig naponta egyszer edzhetsz, úgyhogy mindenképp gyere vissza, majd is próbáld újra, hogy jobb időt szerezhess. Addig is Raptor halhatatlan szavaival élve, hely jó volt. Nézzük, hogy milyen szalagot kaptunk. Csini mini, nagyon cuki. Amúgy nem tudom, hogy ezen kívül hány ilyen nagyon limitált szalagot kaphattunk. Azt tudom, hogy volt egyszer egy burgonyás verseny, és igen, potató verseny, arra is kaptunk, illetve most is kaptunk ilyen szalagot, de viszont nem nagyon emlékszem, hogy milyen versenyek voltak még, ahol szalagot lehetett nyerni, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes ezeket gyűjtögetni, hogyha pont kipróbáljátok ezeket a versenyeket, mert végül is akkor lesz egy teljes kollekciótok, és újra elérhető a verseny, ahogy említettem, és akkor nézzük, csináljuk meg újra, mert hogy kell az a 250 XP, igaz, még csak 6-os szintű a ló, de szerintem érdemes megcsinálni, meg ha már itt napi szinten, ha nem is napi szinten, de próbálgatunk itt föl lépni a játékba. Jaj, edzeni a lovakat, nézem, hogy nem is kell hátugrani ezeket az akadályokat, mert simán átmehettek, ez tiszta ilyen a kis Liza versenynél lehet ilyeneket csinálni, hogy simán átmehetsz az akadályokon anélkül, hogy itt tönkre tegyél valamit. Hát de most nem. Na jó, például itt nem. Még repültem is egy hatalmas. Na jó, van, nem baj. Akkor amit tudok, megpróbálok átugrani, de ami nem sikerül, akkor azt ledöntöm. Igazából hiba pont nélkül, illetve akadályozás nélkül, úgyhogy tök jó. Meg van könnyítve a helyzetünk. Hát no, megvan. Na, hát akkor ez is kész lenne. Hip-hop and ugra... Jól látom? Hip-hop and ugrató edzés volt a neve. Hip-hop and ugrató edzés, jó. Szóval meg is lenne akkor ez a 250 XP. Viszont, hogy a zenét, hogy milyen zene van alatt, az sajnos én nem kapcsoltam be, mert félek, hogy amúgy copyrightos ez a zene, mert ugye a Star Stable-nek nagyon sok olyan zenéje van már, ami copyrightos, és a YouTube beszól érte, úgyhogy ezt nem tudtam nektek bekapcsolni, de hogyha ki akarjátok próbálni, akkor mindenképpen húzzátok föl a zenei hangerőt, nekem például most le van véve. És hát igazából a mai frissítés ez ennyi lenne. Még egy fontos hit közöltek velünk, ami jövő héten érkezik, hogy jön egy állandó piac. Ha jól olvastam, állandó piac, ugye lecserélődik a két hetente nyit és záró piac, most már állandóra, vagy nem tudom, hogy ez is csak ideiglenes, de hosszú időre. És ha jól olvastam, érkeznek új színben lovak. Új színben lovak, tehát majdnem olyan, mint az ősó, a Lusitán ősó, csak más színbe. Nem vagyok teljesen 100%-ig biztos benne, de
Mindenféleképpen ki fogjuk deríteni jövő héten, illetve ki is fog nektek derülni, mert a Sourceable természetesen megoszta a játékosokkal, úgyhogy arra mindenféleképpen fogok készíteni nektek videót, de viszont már sajnos csak ennyit tudtam nektek bemutatni, remélem tetszett nektek, és mindenféleképpen próbáljátok ki ezt a jó kis versenypályát. Sajnálom, hogy ilyen rövid lett picit ez a videó, de hát sajnos ez is kell néha-néha, ha véletlenül nem lett 10 perces, hát most egy fene. Tehát nem, végülis nem, tehát te. Na, jobban mindegy vagyok. Legyetek jók, és sziasztok!